Köszöntöm Önöket a Petőfi 200 emlékév keretében megvalósuló Petőfi Sándor Mászobor avató ünnepségén Móricz-gáton. Az idei év legrangosabb országos eseménye Petőfi Sándor nemzeti hősünk 200. születésnapja. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született. A nemzet költője és forradalmár, aki egyszerűen, de érthetően szólt a néphez. 1846-tól irodalmi társaságot alapított barátaival, és ekkor már országos hírnévre tett szert. Majd a márciusi ifjak egyik vezetőjeként vett részt az 1848. március 15-i forradalomban, és az ezt követő szabadságharc csatáiban is részt vállalt. 1849. július 31-én a Segesvári csatában esett el. Az ő tiszteletére készült el az a mászobor, amely a faluház udvarán állít emléket hősünk előtt. Felkérem Csontos Máté polgármester urat, mondja el ünnepi beszédét. Elsősorban elnök úrnak tartozunk nagyon nagy köszönettel, amit a falunk az elmúlt 10 évben megkapott, azt azelőtt 15 évig sajnos nem tudtuk megcsinálni. Az a levél, amit az elnök úrtól kaptam tavaly, az be van keretezve, amiben Petőfi Sándor tiszteletére egy mellszobrot ajánlott fő az elnök úr, és ezt tisztelettel is fogadtuk. Szinte az életben nem olyan sok nagy esemény van, aminek ennyire tudtunk volna örülni, hogy ezen az alföldi pici faluban ez a mellszobor elkészül. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az én nagyapám az Bugaszpusztán élt, és a Bugaszpuszta és a Szentkirályi Major között volt egy hajtóút, az mellett volt egy fakirincses csárda. És az én nagyapám nekem mindig úgy mesélte el, hogy ebbe a csárdába a betyárok, pásztorok, számadók, csikósok, mindenki be tudott térni, az új világban már Bogár, Jakab Bogár Imre is. És ebbe a csárdába időzött Petőfi Sándor az elmondások szerint, amikor az Alföldet járta. Nagyon olvasott ember volt a nagyapám, és nekem Petőfi Sándor verseit olvasgatta, míg a teheneket tereltük a mezőn és az erdőbe. Tehát magyarra fordítva a dolgot, közel áll hozzánk, nem véletlen Kiskunfélegyháza és Kiskörös között zajlik a világ, hogy ki az elsőség, de mi mindenképpen magunknak valljuk. Ebből az alkalomból jöttünk most össze, és nagyon-nagyon szép dolog az, hogy egy ilyen pici falunak ugyanazon a napon van az ünnepe, mint mondjuk Kiskörösnek, ahol a miniszterelnök úr mond beszédet. De az elnök úr mindig azt mondja nekünk, hogy adjunk feladatot. Ezt a feladatot nem mi adtuk, hanem ő saját magának tűzte célul, amit meg is tudott csinálni. Ezért nagy tisztelettel köszönöm neki, munkatársainak és mindenkinek, aki ebben részt vett. És én még egyszer külön köszöntöm Közép-Ázsiából jött vendégeinket, és mindenkinek szép napot, jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen! Petőfi Sándor, az Alföld. Mit nekem te Zorbon Kárpátoknak, fenyvesekkel vagy legényes tája, táncsodállak ám, de nem szeretlek, s képzetem helyüdet nem járja. Lán az Alföld tengerség vidékén, ott vagyok hun, ott az én világom, s börtönből szabadulsas lelkem, ha ronák végtelenjét látom. Felrepülök ekkor gondolatban, túl a földön, felhők közelébe, mosolyogva néz rám a Dunától, Tiszáig nyúló ronakébe. Déli bábos ég alatt kolompol, a kiskunsági száz kövér gulyája, delelésból hosszú gémünk útnál, széles vájú kettős ága várja. Ménesnek nyargaló futása zúg a szélben, körmeik dobognak, s a csikósok kurrentes hallik, s pattogás hangos ostanok. Ostanoknak tanyáknál szellők lágy ölében, ringatozga a kalászos búza, s maragnak eleven színével, a környékeket vígan koszorúzza. Petőfi Sándor, nemzeti dal, talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáig. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se onnai bitangember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mint ránk entek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Én több mint 50 éve élek itt a Kiskunságban, Budapestről véletlenül kerültem lakitelekre, és három dolog tartott meg. Az egyik Sütő Gabrielának a szeme, aki ma is a felesége. A második az, hogy a lakiteleken, az utcákon gyümölcsfák voltak. És oda nyúltam, szeretem egy szilvát, senki nem kiabált, megállt. A harmadik a megyei napilapnak a címe, Petőfi népe. Bennem ez zakatol, hiszen gyerekkorom óta Petőfi, és azóta is, és jövőben is, az én szentem, mindenem. Petőfi népe. És emlékszem, az első írásom is erről szólt, lakiteleknek a szegény részét, és a ítélőknek azon képviselői éltem meg, akikről mondtam, hogy itt Petőfi népe él. És akkor nagyon sok iskolai műsorban próbáltuk érzékeltetni, mit jelent Petőfi, mit jelent a fiataloknak. Nagy élményem, hogy minden vetélkedőben valami azért fölcsillan Petőfi életéből. Egy-egy olyan élményforrás, amelyik a jövőben is meghatározza a fiatalok, családok, közösségek életét. Az UNESCO az egy nyugati tengeren túli nemzetközi szervezet, ennek a hasonlása a Türksoj, kijavítottak, hogy Türksoj, így kell kiejteni, és ennek a Türksojnak, amelyik a közép-ázsiai országok, illetve a kaukázusi régi egyik országa tagja, ennek a főtitkára, Szultán Raev úrral másfél évtizedes barátság kapcsolat segítette életre azt a nemzetközi Petőfi műfordítói pályázatot, amelyre több mint 400 verset fordítottak le, mégpedig 6 ország nyelvére, 6 névnek a nyelvére, azeri, kazak, kirgiz, török, türkmén és üzbég nyelvén. Minden országban döntöttek arról, hogy ki a győztes, ki a legjobb, és itt állnak most a legjobbak. Kötelező volt a műfordítóknak egy verset lefordítani, többi a szabadon választható Petőfi vers volt. Ez az egy vers a szabadság szerelem. Ezt a verset Petőfi 1846-ban írta, ekkor ismerkedett meg
ősszel Szentendrei Júliával. Ekkor alapította a Tízek Társaságát, elindult a Pilvax, és elindult az a forradalmi előkészület a márciusi ifjak között, amely aztán hozta 1848. március 15-ét. Különös, és erre szoktuk mondani, az élet az rendkívül nagy dramaturg, hiszen ez a Enni Gusztáv nevű kiadó nyomda tulajdonos fölkérte Petőfit, hogy nyújtsa össze a verseit, kiadja együtt egy ilyen válogatott nagy összes Petőfit, és ezt 3000 példányban tette meg, ma is nagy példányszám, 3000 példány, hát még akkor mekkora volt, nagyon tekintélyes tiszteletdíjat kap, ez anyagilag is rendbehozta Petőfi életét, és milyen különös a sors, ez a könyv 1847. március 15-én jelent meg. És kérte Emmi Gusztáv, hogy egy verset előre, az egésznek a foglalata legyen egy vers, és Petőfi a Szabadság szerelem című verset választotta. Ezt a verset fogjuk most meghallgatni először itteni előadásban, igen, és utána pedig majd szólítom a műfordítókat, és ők mondják el a verset. Petőfi Sándor, Szabadság szerelem. Szabadság szerelem, a kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmet. Azatlık ve eşk. En önemli iki söz. Eşk üçün azatlığımı, azatlığım üçün eşkimi kurban veririm. Mahabbat bin bostanlık, Şandor Petüfi. Mahabbat bin bostanlık olsa boldu, baskattık. Керегимиз жан пида сезим үшін тұнған құт бостандықтың жолында бірақ бәрі құрбандық. Шандор Петефе сүйі жыға еркендік. Барған маға ең керек сүйі жыға еркендік. Сүйі үшін керек болса өлімге де барамын ас сүйіні еркендіке құрбандыққа чаламын. Özgürlük ve sevgi, bana ikisi gerek. Aşkın için feda olsun hayatım, özgürlük içinse aşkım. Şandor Petefi, adatlık hem sevgi. Adatlık hem sevgi, min için bardır urluk. Min sevgin urnu, pidat meğatayın, adatlık urnu aşkım seni kurban ederim. Adatlık, muhabbet. Bu azatlık, bu muhabbet, en uluğ, en aziz nimet, muhabbetin sevgim için ikkilenmey beremen can, azatlığım, erkim için muhabbetim kılgım kurban.